A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség most meghirdetett átláthatósági felülvizsgálat akciójával egyszerű pénzbehajtásba kezdett. Az offshore ügyletek elleni küzdelem ugyan egy helyes célkitűzés lenne, azonban teljesen hiteltelenné válik ez az offshore háború, hogyha azt nézzük, hogy a többek között például a tartózkodási engedélyekhez kötött állampolgársági, illetve tartózkodási jogokat adó állampapírokat is maga az állam offshore cégek közvetítésével értékesíti. Itt a cél nyilvánvalóan egészen más, mégpedig az, hogy 2013. augusztusában egy szabálytalansági eljárás keretében Brüsszel megbüntette Magyarországot, a magyar fejlesztési rendszerről azt mondta ki, hogy szabálytalanul működött, ezért az a szankció érte Magyarországot, hogy 75 milliárd forintot költségvetési forrásból kell kifizetni a nyertes pályázóknak. Ez a 75 milliárd forint nyilvánvalóan hiányzik a költségvetésből. A költségvetést utoljára ugye talán nincs egy hónapja, hogy módosítottuk, de ez a tétel nem került be a módosított költségvetésbe, és nyilvánvalóan ezzel az akcióval az állam nem mást szeretne, mint hogy a hiányzó pénzt próbálja ezektől a vállalkozásoktól beszedni. Az igazi feladat azonban az lenne, hogy megakadályozzuk, hogy két év múlva, amikor el kell számolni a teljes pályázati rendszerrel, akkor nagyságrendileg 1000 milliárd forintnyi befejezetlen beruházást kelljen költségvetési forrásokból megfinanszírozni. Ugyanis ma az látszik, hogy amikor a kormány arra büszke, hogy sikerült 1500 milliárd forintra fölgyorsítani a kifizetéseket, ez nem más jelent, mint hogy havi szinten 120 milliárd forintot tudnak kifizetni. A következő kettő évben még 3800 milliárd forintot kéne a nyertes pályázóknak kifizetni. Ezt, hogyha azt nézzük, hogy 24 hónap alatt havi 120 milliárd forintot tudnak kifizetni, akkor azt látszik, hogy a 3800 helyett nagyságrendileg 2800 milliárd forintot lesz képes az állam kifizetni, tehát durván 1000 milliárd forintnyi megkezdett beruházás fog félben maradni. A megkezdett beruházásoknál a beruházóknak vissza kell fizetni a támogatást, és hogyha nem akarja az állam, hogy félbehagyott stadionok, iskolák és különböző állami önkormányzati beruházások álljanak szerte az országba, akkor ezt az 1000 milliárd forintot majd a költségvetésből kell kifizetni. Ez pedig egy költségvetési katasztrófát fog okozni. A csúszás oka kettős. Egyrészt, mint ismeretes, a kormányváltáskor több mint egy évre leállította a jelenlegi kormány az akkori kifizetéseket, a teljes pályázati rendszert. Ezt sajnos most már orvosolni nem tudjuk, utólag ez nem tehető jóvá, de ez az idő, ez az egy év hiányzik most nagyon ahhoz, hogy időben be lehessen fejezni a pályázatok megvalósítását és kifizetését. A másik pedig az, hogy az állami és az önkormányzati beruházásokat nem sikerült fölgyorsítani, ezek csúsznak láthatóan. A vállalkozások által benyújtott pályázatokat rendre időben befejezik, és azokat ki is lehet fizetni, az állami és önkormányzati pályázatokat azonban nem sikerül befejezni. Ezért mi két kezdeményezéssel is éltünk az elmúlt egy évben, hogy ezt a problémát orvosolni tudjuk. Egyrészt tavaly december 3-án benyújtottunk egy határozati javaslatot is a parlamentbe, amiben azt kértük, hogy egy nagyságrendileg 300 milliárd forintos programot indítson el az állam az épületek, lakossági épületek energetikai korszerűsítésére. Erre lehetőség lett volna egy 2009-es Európa Tanácsi rendelet kapcsán, hogy 2010-től lakossági energiahatékonysági beruházásokra lehessen 300 milliárd forintot átcsoportosítani. Ezzel 30 ezer kis- és középvállalkozónak lehetett volna munkát adni az építőiparban, és több százezer családnak lehetett volna érdemben csökkenteni a rezsiköltségét. Akkor a kormány ezt azzal söpörte le, hogy ilyen belső átcsoportosításokra Brüsszel nem ad engedélyt. Azonban egy hete Lázár János államtitkár egy kérdésemre adott válaszában azt írta le,
hogy a környezeti és energetikai operatív programba 2 hét alatt saját döntése alapján az összes energetikai kiírást átcsoportosították középületek energetikai korszerűsítésére, tehát saját maga bizonyította be, hogy ezt akár 2 hét alatt is meg lehetett volna ezt csinálni, de nekik ez nem volt céljuk, hogy lakossági beruházásokat lehessen megtámogatni. A másik pedig, amit szintén egy határozati javaslatban kezdeményeztünk, és a Fidesz lesöpörte, de még mindig nem lenne késő, hogy ezt megtegyük, hogy a halasztható önkormányzati beruházások és az állami kampányberuházások helyett ezeket fölülvizsgálva, onnan a forrásokat elvéve, minden forrást, minden lehetséges forrást át kell mozdítani, át kell tenni a vállalkozások, a kis- és középvállalkozások támogatására, hiszen a vállalkozások bizonyították, hogy ezeket a pénzeket időben föl tudják használni, és a gazdasági hatékonysága is sokkal nagyobb, mint ezeknek a presztízs beruházásoknak. Ezért még egyszer arra szólítjuk föl a kormányt, hogyha meg akarja akadályozni azt a katasztrófát, hogy 1000 milliárdnyi félbehagyott beruházás legyen 2 év múlva Magyarországon, azonnal csoportosítson át minden lehetséges forrást a presztízs beruházásoktól a kis- és középvállalkozások támogatására az adott operatív programokon belül. Erre minden lehetőség megvan, és ez az egyedüli útja annak, hogy elkerüljük ezt a nagy forrásvesztést.